Színházi témával folytatjuk. 10 év színpadi munka, 10 év lélektáplálás, 10 év siker. Jubileumot ünnepel az Ivancsics Ilona és színitársai alkotóműhely, színtársai alkotóműhely egészen pontosan. A jeles alkalomból vendégünk Ivancsics Ilona színművésznő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget! Mi köszönjük, hogy itt van velünk. Összegyűjtöttem, 22 bemutatót tartottak, 930 előadásuk volt, 330 ezer néző látta, és sikerült felépíteniük egy 5000 tagú színházi klubot is. Hát ahhoz képest, hogy a házok nappaliából indult tulajdonképpen ez az egész kezdeményezés, ahhoz képest ez nem semmi. Milyen volt ez a 10 év? Ez a 10 év nagyon érdekes volt, szép volt, nem volt könnyű, de hát a végeredmény azt gondolom, hogy magáért beszélt. Egyébként én előzőleg 20 évet eltöltöttem kőszínházban, József Attila Színházban, Soproni Színházban, és úgy gondoltam, hogy szükségem van valami nagyobb szabadságra, alkotói szabadságra, és így kezdődött a szabadúszásom azzal, hogy akkor találkoztam, szerencsés találkozás volt párommal, Sebők Péterrel, aki az ügyvezetőnk. Ő marketinggel foglalkozott, én a színházzal, a színművészettel, és összeadva a kettőnk tudását a nappali elindítottuk ezt a bizonyos színházat, akkor egyébként még Szágoldó Orfeum volt a nevünk, jártuk az országot, és hát most már lassan a 7. éve Szentendrén a lakóhelyemen, ahol szintén közel 30 éve élek, rendszeresen van színházi előadásunk, bérletes és bérleten kívüli előadásaink is. És olyannyira kinőtte magát ez a társulat, hogy Szentendre a bázis a mai napig, ahogy említette, de most már országszerte játszanak. Hogyne. Egyébként a kezdetektől fogva játszottunk országszerte, ma is járjuk az országot az előadásainkkal, ahova hívnak bennünket, szívesen megyünk, sőt országhatáron kívül is. Mondaná egy-két nevet, mert azért elég impozáns nevek fordultak meg ennél a társulatnál az elmúlt 10 évben, hogy kikkel játszottak együtt? Nem szeretnék senkit megsérteni, de igyekszem. A társulatunknak nincs állandó, tehát nincs állandó társulatunk, de nagyon sok művésszel folyamatosan dolgozunk, akikkel a kezdetettől fogva együtt dolgozunk. Hüvösföldi Ildikó, Farkasházi Réka, Balázs Andrea, Bardóczi Attila, évfolyamtársam, és Bence Ilona rendezése volt az első alkalom, amikor találkoztunk, vagy összejött a csapat, és volt egy női trilógiánk, ami az Acélmagnóliákkal kezdődött, ez még befogadott előadásunk volt, aztán folytatódott egy ősbemutatóval a Markdán Ötnő az esőben, ezt egyébként párom fordította, és befejeztük a Női furcsa párral, amit Hűvösvölgyi Ildikóval együtt csinálunk, a mai napig is sikeresen működik. Ez inkább végjáték volt, de azért igyekeztem ízlésesen, tehát úgy válogatni, hogy a végjáték is azért ízléses legyen, és színvonalas legyen, és ezután, mikor kicsit megerősödtünk, akkor gondoltam, akkor vágjunk bele. És Jókai Anna Fejünk felől a tető című színdarabját választottam, egy kedves barátnőm adta a kezembe, és hála Isten, ez a darab közel 50 előadást megért, a televíziós felvette, nagyon-nagyon szerettük, és hát a mai napig is műsorban szeretjük játszani, és ezt pedig újra egy dráma követte, Huvai Miklós Elnémulás című drámája, Török Tamás rendezésében. Azt gondolom, hogy ez az az előadásunk, a Hubai előadás, ami szakmailag talán a csúcsa, csúcsának érzem, egyébként én is játszom az előadásban, színészileg is nagyon-nagyon fontosnak tartom, és a színházok életében is nagyon fontosnak tartom ezt az előadást. De a végjátékokról se feledkezünk meg, mert azért próbálom tartani az egyensúlyt, próbálok minél több szélesebb néző réteghez eljutni, hogy minél többen jöjjenek hozzánk, azért a végjátékok is mindig műsoron vannak. Természetesen Koltai Róbert rendezte nálunk a Lulu című végjátékot, 4 évvel ezelőtt, a mai napig is repertoáron tartjuk. Aztán Kifut a nő után, Szabó Győző, Nagy Jenikő, Széles Tamás, Jancsi Tyaba rendezésében, és eljutottunk az utolsó bemutatónkig, most májusban évad végén mutattuk be Török Tamás Hely Szellők című groteszk vígjátékát, illetve úttörő revűjét az 56-os forradalomnak emléket állítva. De két ősbemutatóra is készülnek az idén, jól fogalmazok, ősbemutatók lesznek ezek? Illetve a 10. évadunk, ez az évad és a következő évad, tehát most ősszel elindulunk, egy közel 20 előadásunk lesz a Sejszellőkből, mindenfele az országban, nagy örömömre, és évad végén pedig fogunk új színdarabot próbálni, ami egyelőre még hadd maradjon titok, az a lényeg, Koltai Róbert rendező az egyik darabot, a színházról szól, rólunk szól, és a következő darabot pedig még most fordítják franciából, tehát egy egészen friss és szintén ősbemutató lesz. Remélem, hogy legközelebbi alkalommal lesz lehetőségem, hogy erről is majd beszámoljak. Van olyan az elmúlt 10 évből egyébként olyan kiemelkedő élménye, vagy ilyenkor az ember azért gondolom, hogy egy kis számvetést csinál, amire azt mondja, hogy úgy megmaradt örökre. Gondolom, hogy rengeteg ilyen élménye van, és rengeteg ilyen emléke, de
Van egy, amit úgy kiemelne? Amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, mert nem véletlenül változtattunk Ivancsics Ilona és színtársaira, hogy teljesen ez az én színházam, de az a színtársai nagyon fontos, egyébként a szót én találtam ki, egy új mozaik szót, színtársai, mert azok, akik jöttek velem ez alatt a 10 év alatt, ők nagyon-nagyon fontos társaim, a színészek is, a műszak is, a háttér, mert ők ugyanolyan részesei ennek, ők hittek abban, hogy ez a dolog működni fog, és a legnagyobb öröm és boldogság számomra az, amikor színészként is állok a színpadon, és a tapsrendnél fogom a többiek kezét, és érzem azt, hogy de jó, hogy megcsináltuk, és szinte el sem hiszem, hogy a nézőközönség teltház is tapsolnak, úgyhogy ez a legnagyobb öröm, hogy együtt vagyunk, létrehoztuk, közösen megcsináltuk, és ez természetesen a szentendrei létünkre is vonatkozik, hiszen Szentendrén is a semmiből hoztuk létre azt a közel 5000-es színházi klubtagságot, akik hát most pont hétvégén kezdünk, láthatják újra az előadásainkat. Már részben említette, de azt mondják mások is, a kritikusok, ha úgy tetszik, hogy a nézők, hogy a legnagyobb erősség ennek a társulatnak az, hogy rengeteg ősbemutatót mutatott be. Ezek azért nem azt mondom, hogy kockázatosak, de ez mindig egy ilyen kísérleti jellegű dolog is, amikor először lát az ember egy ilyen darabot. Valóban ez az egyik legnagyobb erősség ennek a társulatnak? Ez is az erőssége, és az is, hogy próbálok olyan előadásokat felkutatni, és ilyen volt például a Jóka Ilona darab is, amit legutoljára 60-as években játszottak egyszer Szolnokon. Vagy a Kifutani után vígjátékunk, azt is valamikor a Madách Színházban még Márkus Lászlóék játszották. Tehát szeretek kutakodni, mert engem ez izgat, ez érdekel, és én azt gondolom, hogy a közönség, hogyha lát egy hogy jó előadást, őszinte előadást, hogyha szívvel, lélekkel csináljuk, akkor jön velünk, és nézi, és nem biztos, hogy mindig ugyanazokat az előadásokat kell, hogy lássa. Persze az is izgalmas lehet, és azt is tiszteletbe tartom, de engem ez izgat, és hát a jövőben is efele szeretnénk tovább menni. Hát azt kívánjuk, hogy így legyen, és legyen még 100-szor ennyi néző, és még legalább 10-szer ennyi évet kívánunk Önöknek. Nagyon, sok sikert! Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük, hogy itt volt!